Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia. Végül is itt asztrológiáról van szó, de mesebeli képekkel. Így nagyon kellemes, gondolom, ezt nem csak hallani, hanem nézni is. Először is fontos, hogy mondjam, ez az asztrológiai felvétel, ez az indiai asztrológia szerint van, és ők másképp számolják ki a horoszkópot. Tehát van különbség az indiai és a mi asztrológiánk között. Miért az indiai? Ezt így elmondanám. Én asztrológiát Stuttgartban tanultam 1997 és 1998 évében. Sokáig ezt csináltam, ezt a mi asztrológiánkat. Ezzel indítottam a YouTube-on keresztül egy csatornát 2015-ben, amikor mi kikerültünk ide Mallorca szigetére. Egy ideig ezzel dolgoztam, de érdekelt az asztronómia is, és megrendeltem az asztronómiai kalendáriumot, és ez mindig más volt, mint az asztrológiában, ami engem zavart, és így jutottam ahhoz, hogy én az indiai asztrológiával foglalkozzam, ott megvan a képzésem, és azóta csinálom ezt az indiai asztrológiát, és itt találtam rá a választ, mert ahogy az indiai asztrológusok a horoszkópot kiszámolják, az pontosan az, amit az asztronómusok is mondanak. Én ezért az indiai asztrológiát választottam, és csinálom ezeket a videókat. Szeretném naponta mondani, hogy milyen csillagkép hat az életünkre, hogy mozognak a bolygók, milyen hatása van a holdnak. Nem tudom, hogy időben lesz rá lehetőségem. Nekem van még egy másik csatornám is, egy német nyelvű csatorna, Tenderas Liebes Orakel, és nagyon sok a munkám, tényleg nem csak így a videókon keresztül, hanem hívásokon keresztül is. Nos, most kezdeném is, április 5-e. A nap mozgását tekintve, holott, ez nem is a nap mozgása, hanem a mi földünk mozgása, a nap közeledik, és hamarosan lesz egy kapcsolat nap és Neptun bolygó között. Ez kihat az életünkre, mert a nap megvilágít valamit. Neptun szeretné a titkokat megőrizni. Tehát ha valami olyan titkos, az most a napvilágra kerül, és megtudjuk az igazságot. Amennyiben nektek vannak titkaitok, akkor ne meséljétek ezt el, mert ez kiderül, mert mások ezt elmondják akkor másoknak. A hold a Magha holdházban található. Ez a holdház a Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus a királyok csillaga, és az oroszlánnak a szíve. Szívélyesség, vagy szeretet, vagy szerelem. Ez, amit ez a hold mozgás számunkra közöl. És mivel a királyok csillaga mutat az uralkodásra is. Számunkra ez azt jelenti, uralkodjunk az érzelmeink felett, a gondolataink felett, és tartsuk meg a büszkeségünket. Az elmúlt napokban volt egy kapcsolat Merkur és Neptun bolygó között. Itt kommunikációról van szó, de Neptun hatása alatt ez minden olyan átláthatatlan. Merkur gyorsabban mozog, mint Neptun,
és elbúcsúzik Neptuntól. Ami annyit jelent számunkra, hogy valami kivilágosodik. Amíg Neptun hatott, addig mindig olyan titkozatos volt. Vagy egy dolog, amit nem szabadott, hogy lássunk. Ez a hatás most elmúlt, és közeledik egy nap energia, ami azt jelenti, mint ahogy mondtam is, hogy látjuk a dolgokat, mégpedig nagyon világosan. Ez közeledik a napokban. Jupiter bolygó átkelt az indiai számítás szerint a bak jegyébe, és ott hat. Mint ahogy Szaturnusz bolygó és Plutó is. Hamarosan találkozik Plutó bolygóval, és közösen hatnak. Plutó megadja nekünk a lehetőséget a mélybe nézni, és Jupiter bolygó segít abban, hogy kinyissuk a szemünket mind arra, ami igazságos, de arra is, ami igazságtalanul történik jelen pillanatban, és ezt mi látni fogjuk. És tartsuk meg a belső erőnket. Ez most nagyon fontos, ez a Plutó hatás. És legyünk magabiztosak. Amire még felhívnám a figyelmeteket. A Hold április 7-én, tehát kedden közel áll a Földhöz. És ennek van hatása. Az, amiről álmodtok, amit ti terveztek, megvalósítható. Lehet, hogy ez még nem látható, viszont egy jó kezdet. Április 8-án, tehát szerdán telehold lesz a szűz jegyében az indiai asztrológia szerint. Ilyenkor fontos, hogy oda nézzünk. És a szűz jegye mutatja azt, hogy fontos, hogy rend legyen az életünkben. A szűz jegyének az energiája egy ilyen gyógyító hatás. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!